Nekem ez a könyv a döntésről és a szabadságról szól. Arról, hogy az én főszereplőm egy lány, akinek megismerjük a gyerekkorát és a felnőtt korát is, és hogy vajon képes el megszabadulni a családi sémáktól, és képes-e szabadon döntést hozni a saját életéről. Nyertem egy ösztöndíjat, egy Mastercard ösztöndíjat, és ezzel a támogatással írom a Szívhang című könyvemet. Ez egy magzat elvesztéséről, vetélésről szól, ez nagyon női téma. Egy kórteremben játszódik javarészt, egy női patológiai osztályon, ahol a hatágyas kórteremben megismerjük hat nő történetét. Szerintem nagyon csendben és nyugodtan, kismamaként, mivel januárra várom az első gyerekemet, ezért valószínűleg egy helyben, és próbálok nyugodtan ülni és eszegetni. Anyukám nagyon-nagyon szépen feldíszíti a házat, és mindig nagyon ad az ajándékokra. Én ebből egy picit próbálok visszavenni, idén például most próbálkozom először ezzel, mindenki kézzel készített ajándékot fog kapni az egész család, remélem örülni fognak neki, nagyon élvezem ezt a lelassulós készülődést. Több kedvencem is van, és gondolkodtam, hogy illik-e ilyenkor a férjem könyvét ajánlani, és arra jutottam, hogy illik, mert most tényleg ez a kedvencem. Úgyhogy Gerlóci Mártontól szeretném a Fikció, tehát egy többkötetes Fikció című könyvnek az első részét ajánlani, ami a Katlan címet viseli. Töltse gondolatokkal az év végét. Olvasson könyveket. Kellemes ünnepeket kíván a Szkolár kiadó.